rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak Bátaszéken. Az ülés során két napi rendi pontról döntöttek az önkormányzati képviselők. Az egyik során kiválasztották azt az építőipari kivitelezőt, ami majd a helyi Kanizsai Dorottya általános iskolát újíthatja fel. Az a pályázat, amely az általános iskola energetikai korszerűsítéséről szól és sikeresen elnyertük, ennek a pályázatnak a megvalósításához a kivitelezőt kiválasszuk. Ez már sajnos a harmadik közbeszerzési eljárás volt, amit ennek a megvalósítása érdekében meg kellett hirdetni, de most úgy gondoljuk, hogy végre sikerült, és a nyílt közbeszerzési eljárás során 7 pályázó közül választotta ki a képviselőtestület a kivitelezőt. Ez egy feltételes közbeszerzési eljárás volt, ami azt jelenti, hogy figyelemmel arra, hogy a támogatás összege jelen pillanatban kevesebb, mint a várható kivitelezés összege, ezért újabb kiegészítő kéremet nyújtunk be majd a megyei önkormányzathoz, hogy a különbözetet biztosítsa az önkormányzat számára, és ha ez az ígérvény, ez a kiegészítő támogatás megérkezik, akkor lép majd életbe. Reményeink szerint azért október hónapban megkezdődhet az általános iskolának ez a fajta korszerűsítése, melynek keretében napelemeket helyezünk el az épületen. A főépület részt, a sárga épületet, ez a 80-ban épült épületet, ezt teljes egészében szigetelni fogjuk, mind a homlokzatát, mind pedig a lapos tető részét, illetve egy kiváltás is meg fog történni. Ezzel is próbálunk ahhoz hozzájárulni, hogy az épület üzemeltetése sokkal gazdaságosabb legyen. A képviselőtestület továbbá megszavazta, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatását megemelik, ezzel szeretnék ugyanis támogatni a családokat. A képviselőtestület szinte az első pillanattól kezdve csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, aminek az a célja, hogy felsőoktatásban résztvevő fiatalokat támogatásban részesítsem. Ez a támogatás két oldalról érkezik, egyrészt önkormányzati oldalról, más részről pedig az ösztöndíj pályázatot kezelő részéről. Korábbi években a képviselőtestületünk mintegy 1,6 millió forintos keretet biztosított arra, hogy ezt az ösztöndíjat eljutassuk az érintetteknek. Átnézve, átvizsgálva, elemezve, hogy hogyan is változtak a felsőoktatással kapcsolatos költségek, milyen terheket jelent ez a szülőnek, úgy döntöttünk, hogy szinte megduplázzuk, és a 2022-es esztendőtől 3 millió forintos keretösszeget kívánunk felosztani a fiatalok között. Átlagosan azt lehet mondani, hogy 25 és 35 között van évente a pályázóknak a száma. Bízunk benne, hogy ezzel a támogatással is tudjuk segíteni egyrészt a családokat, másrészt a fiatalokat, hogy kicsit könnyebben tudják a felsőoktatási tanulmányaikat végezni.